Újraalkotó pályázat a maristásoknál, legrosszabb év volt a turizmusban, elkezdődik az idősek otthonában is az oltás, egy kazánház égett Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 3-án 18 óra 5 perckor. A Szent Pál Marista Általános Iskola újraalkotó címmel hirdetett pályázatot óvodásoknak, iskolásoknak. Mint Misi testvér elmondta, hagyomány, hogy év elején megemlékeznek a névadóról, és ehhez van pályázat is. Minden évben van egy pályázat. Próbálunk a Szent Pál személyiségéről valamit kiemelni, vagy kihangsúlyozni, és idén, szóval minden évben van egy rajzpályázat, idén egy kicsit más, kicsit kreatívabban hirdetjük egy olyan másfajta pályázat, ami majd megnézik a nézők, hogy miről van szó. Csak annyit akartam mondani, hogy Szent Pál azért volt az iskola Szent Pál, mert akkor kezdődött az iskola, katolikus iskola, amikor a Szent Pál éve volt. És akkor mi nagyon örülünk, hogy a mi példaképünk Szent Pál, és próbáljuk ezeket a gyerekeknek átadni. Az iskolában Szent Pál népe felé történő nyitottságát próbálják a gyerekeknek átadni, mert az ő személyisége példa a mai fiataloknak is. Ő minden néphez fordult, nem csak az Izrael népnek, egész Európában utazott, és mi ezt a nyitottságot szerintem próbáljunk hangsúlyozni és tovább adni a gyerekeknek. Amikor a Marista rend lett az iskola fenntartója, lehetett volna találni más, mondjuk, nevét az iskolának, de ezt az iskola, amikor katolikus lett, volt Szent Pál, és mi azt gondoltunk, hogy nekünk ez pontosan megfelel, mert nem kell mondanom, hogy Szent Pál személyisége nagyon vonzó a mai embernek és a fiataloknak is. Balog Edit Judit tanítónő elmondta, az újraalkotó pályázat célja a kidobásra váró dolgok újrafeldolgozása volt. Ez szorosan kapcsolódik az iskola ébredj mottójához, amivel arra hívják fel a figyelmet, hogy a szemét jó részéből még lehet hasznos dolgokat készíteni. Ebben az évben picit módosítottunk a már korábban évek folyamán többször meghirdetett pályázatunkon, és most nem rajzpályázatot hirdettünk, hanem az újraalkotás régi dolgok, vagy mondhatni időzőjelben szemét feldolgozása volt a fő célunk, és ennek keretében hirdettük meg a pályázatunkat, ami szorosan kapcsolódik az Ébredj című mottónkhoz, tehát tulajdonképpen azzal, hogy itt látható ez a rengeteg csodálatos alkotás. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy napjainkban ugye rengeteg szemetet termelünk, és ennek a rengeteg szemétnek tulajdonképpen nem csak kukában lenne a helye, hanem ha itt végignézünk, akkor látható, hogy micsoda csodálatos játékokat, használati tárgyakat, díszeket lehet belőle készíteni. És tehát ebben az évben nem csak rajzokat vártunk, természetesen majd lehet látni, hogy azok is vannak, amin szintén az újrahasznosítás tükröződik vissza, hanem kézzel készített, technika órán elkészített dolgokat. Na most természetesen ez nem csak technika órán készült, mert ha megnézzük, itt több órán át készülhettek nagyon sok dolog, és ezt megelőzte nyilván minden gyermeknek már egy gyűjtőmunka, illetve nem csak gyermeknek, mert az érdekessége a pályázatnak, hogy természetesen a szülők is segíthettek, hiszen nyilván egy alsós gyermektől nem lehet azt elvárni, hogy ő ezt egyedül hozza létre, de nyilván benne van a kezenyoma, a lelkesedése, úgyhogy hosszú-hosszú gyűjtögetést, ötletelés után születtek meg ezek a munkák. Amikor a zsűri végigvonult tegnap, és mi is megnéztük ezt a sok-sok alkotást, megállapítottuk azt, hogy milyen érdekes, hogy a kis elsős, másodikos, harmadikos gyerekek még rengeteg mindent gyűjtenek. Tele vannak ötlettel, azokból csodálatos dolgokat készítettek.
És 5.-6., de főleg 7.-8. már sajnos ez a nagy kedv ez lecsappan, és ők kevesebb munkát küldtek be, de az alsós gyerekek imádják ezt, és nagyon-nagyon élvezték. Az én kis osztályom is készített, és nagyon jó volt látni, mert a fotókkal illusztrálták, a szülők otthonról küldtek be fotókat, hogy az egész család együtt dolgozott. Tehát végül is ez egy közös alkotás a legtöbb esetben. A kézzel készített dolgok egy része technika órán készült, de sokan otthon családi segítséggel alkottak. A díjazásnál fontos szempont volt a tárgy használhatósága és a ráfordított idő is. A díjazásnál természetesen figyelembe vettük azt, hogy amit alkotott, amit létrehoztak, az leginkább legyen használati tárgy, tehát tényleg tudjuk használni, ne csak porfogó legyen úgymond a polcon, hogy mennyi időt vehetett az igénybe, és azt is néztük azért, hogy tényleg abban az az adott korcsoport tényleg ő is tudott venni részt benne, vagy leginkább csak a szülő, tehát ez egy ilyen bonyolult folyamat volt, mert azért nyilván mérlegeltük, hogy azt az adott tárgyat melyik. A zsűri Szabó Péterné gyermekkönyvtáros, Reni testvér és Szentpéteri Dániel egyetemista az alábbi döntést hozta. Az óvodás kategória nyertese Szabó Berta a Csokonai úti óvodából, második Pandur Dorottya és a Méhecske csoport a Szím óvodából, harmadik Balog Lara a Táncsics 19 óvodából. Az első-második évfolyam nyertese Kis Lia második B-osztályos tanuló a Györfi István katolikus általános iskolából, második Nagy Csaba Botond második A-osztályos tanuló a KIAMI Kiskulcsosi tagintézmény tanulója, valamint Pintér Tamás és Pintér Tibor harmadik A-osztályos tanulók a Karcagi Nagykun református általános iskolából, harmadik helyen végzett Mándoki Réka első A-osztályos tanuló a Karcagi Nagykun református általános iskolából és Nagy Dominik második B-osztályos tanuló a Györfi István katolikus általános iskolából. A harmadik, negyedik évfolyamnál első lett Lőrinci Mátyás, harmadik B-osztályos tanuló, a Karcagi Nagykun református általános iskola tanulója. Második lett Horváth Arabella, harmadik B-osztályos tanuló, a Szent Pál Marista általános iskolából. Harmadik lett Nagy Bence, negyedik A-osztályos tanuló, a Györfi István katolikus általános iskolából. Az ötödik, hatodik évfolyamosok versenyét Somogyi Sára nyerte, hatodik A-osztályos tanuló, a Karcagi Nagykun református általános iskolából. Második lett Balog Mária, ötödik B-osztályos tanuló, a Szent Pál Marista általános iskolából. A 7.-8. évfolyamnál első lett Nagy Adrián Zsófia, 7. osztályos tanuló a KIAMI Kiskulcsosi tagintézményből. Második lett Farkas Béla, 8. A-osztályos tanuló, a Szent Pál Marista általános iskola tanulója. Külön díjat kaptak a Marista mókusok, a 2. A-osztályosok, a Szent Pál Marista általános iskolából és Hirmán Krisztián 7. A-osztályos tanuló, a Szent Pál Marista általános iskola diákja. A turizmus történetének legrosszabb évét zárta 2020-ban. A nemzetközi utazások száma 74%-kal csökkent az egy évvel korábbi eredményekhez képest a koronavírus járvány miatt. Sajnos több utazási iroda is bezárt. Városunkban is megszűnt az egyik nagy múltú, sokak által kedvelt utazási iroda. A visszaesés legnagyobb mértékben Ázsiát és a csendes óceán térségét érintette, a turizmus 84%-os csökkenésével és 300 millióval kevesebb utas érkezésével. Európában 71%-os zuhanást mértek, az utazók száma 500 millióval volt kevesebb, mint egy évvel korábban. A járvány a turisztikai ágazatban több mint 100 millió munkahelyet sodort veszélybe a világon, mutat rá a szervezet. A jelentésben azt írták, az egészségügyi helyzet hatására sok ország az idén újból szigorúbb utazási korlátozásokat vezet be. Kötelező tesztek, karanténok és egyes esetekben határzárak nehezítik a nemzetközi utazások újraindulását. Ugyanakkor várhatóan a koronavírus elleni vakcinák fokozatos érkezése segíteni fog helyreállítani a fogyasztói bizalmat, rugalmassá tenni az utazási korlátozásokat, és így az év során lassanként normalizálódhat a helyzet.
Véleményük szerint a biztonságos utazás előremozdításához elengedhetetlen a koronavírus terjedésének kockázatát csökkentő intézkedések, köztük a tesztek, az utánkövetés és az oltási igazolások harmonizálása, összehangolása és digitalizálása. A Világszervezet közölte szakértői csoportjának felmérését is, amelyben a megkérdezettek 45%-a számít az idén jobb évre a tavalyinál a turizmus szempontjából. A válaszadók 25%-a szerint ugyanolyan, 30% szerint pedig a tavalyinál is rosszabb eredmény várható. Előrejelzésük szerint elsősorban a természet közeli és szabadtéri tevékenységek iránti kereslet és a belföldi turizmus élénkülése várható. Karcagon is elkezdődik az idősek otthonában az oltás. Ezt nagyon fontosnak tartom, mondta a helyszínen F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Miért tartja fontosnak, hogy idáig a legveszélyeztetett korosztályra kerüljön sor elsősorban? Én nagyon örülök annak, hogy december végén elkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása, és most már odáig jutottunk, hogy a jelentkező egészségügyi dolgozókat, mindegyiket már szinte beoltották, és most már lehetőség van arra, hogy a szociális otthonok dolgozóit, és a legkiszolgáltatottabbakat, akik itt vannak a szociális otthonban, idősek, betegeket is védőoltásban tudjuk részesíteni. Ez azért fontos, mert ők a legkiszolgáltatottabb, hiszen mindegyik időskorában krónikus betegséggel rendelkezik, egy légtérben vannak nagyon sokan, és hát a tavaszi járványban is tudtuk, hogy akár a Budapesten, ha egy idős otthonba bekerül a vírus, akkor ott nagy veszélyben vannak az idősek, nagy az elhalálozás. És örülök annak, hogy most már odáig jutottunk, hogy védőoltásban tudjuk őket részesíteni, hiszen meg tudjuk védeni a koronavírustól őket, meg tudjuk védeni szeretteinket, azokat az időseket, akik itt vannak a szociális otthonban. Hodos Bálintné, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Karcagi Idősek Otthona vezetője is nagyon fontosnak tartja, hogy megkapják az ellátottak és a dolgozók is a védőoltást. Hát nagyon fontosnak tartom a védőoltást, hogy megkapják az ellátottak, és nyilván a dolgozók is. Az otthonunkban 77 ember kérte a védőoltást, 21 dolgozó. Ez nagyon nagy dolog, és nagyon örülünk neki. Reméljük, akik még nem kérték, majd az jövőben ők is fogják kérni, hiszen az idősek otthonában ugye különösen veszélyeztetettek a lakók, hiszen ők krónikus betegek, és nyilván egy zárt közösségben élünk, és az nagyon fontos az, hogy megelőzzük ezt a betegséget. Nyilván mindent igyekszünk megtenni, ugye, ami elő van írva a kormányrendeletekben, és nyilván betartjuk a szabályokat, ugye nem mehetnek ki az ellátottak, és hogy nyilván a dolgozóink is minél kevesebbet menjenek el, hogy nyilván ne kerüljön be a fertőzés az ellátottakhoz. Szepesi Tibor polgármester szerint a város védekezése egy újabb, lényeges momentumhoz érkezett azzal, hogy a szociális otthon mindkét telephelyén elkezdődik az oltás. Valóban a város védekezése egy újabb momentumához érkezett, egy lényeges momentumához, hiszen a szociális otthon mindkét telephelyén elkezdődik az oltás. Elsősorban azok számára, akik ugye kérték magát az oltást, és hál' Istennek nagyon sokan kérték, a másik pedig természetesen az, hogy akiket az orvos arra alkalmasnak ítélt, hogy meg is kaphatják az első körben jelenleg ezt a vakcinát. Fontos, hiszen a védekezésben a város összes polgára részt vett, és részt kellett, hogy vegyen, hiszen nagyon fontos számunkra az, hogy azokban az intézményekben, ahol gócpontok alakulhatnak ki, meg tudjuk gátolni a vírus terjedését. Hál' Istennek sikerült a szociális otthon mindkét telephelyén időben megfogni a vírus terjedését, bár bent volt az épületben, mint ahogy az egészségügyi intézmények is nagyon fontosak, és hát természetesen minden munkahely, oktatási intézmény is fontos ebből a védekezés szempontjából. Én szeretném megköszönni mindenkinek a türelmét, hiszen itt legfontosabb az együttműködésen és az együtt védekezésen túl az a türelem, amelyet mutatott a város lakossága. Úgyhogy valóban köszönöm szépen mindenkinek. Reméljük, hogy az oltással el fogjuk érni azt a várt hatást, hogy hamarosan, és reméljük, hogy ez minél hamarabb el fog jönni, lehet majd a szigorításokon egy picit oldani. Kigyulladt egy lakóházhoz tartozó kazánház Karcagon, a Kacsó utcában.
A lángokat a karcagi és a püspökladányi hivatásos tűzoltók fékezték meg, tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tűz a fő épület tetőszerkezetére is átterjedt, a beépített padlásteret azonban nem érintette. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!